A magyaróvári temető. Itt nyugszik Tallos Proheczka István, felvidéki magyar festő, író, illusztrátor. Halálának 46. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a sírnál, ahol Cuppon Tamás, a Hansági Múzeum régésze idézte fel életét és munkásságát. Tallos Proheczka István 1896. november 8-án született a Csallóközi Somorján. Már fiatalon 1915-ben katona lett, 1919-ben helyőrségi gyalogezred katonájaként áthelyezték Mosonmagyaróvárra, és ekkor már feltűnt rajztehetségével. Ez időszakban több mint 200 rajzot és festményt készített, mint gyalogsági ezred rajzoló. Ezután román fogságba került, majd 1920 és 24 között a Budapesti Iparművészeti Iskolában végezte tanulmányait. 1947-ben költözött Mosonmagyaróvárra, ahol lakást és műtermet kapott, és folytatta festőművészeti munkásságát. Tallos Proheczka István is egyike volt azoknak, akik próbáltak túllépni az akadémiai festészeten, a naturalista ábrázolásmódon. A 20. század újabb és újabb művészeti irányzatainak igézetében, azokat saját maga által feldolgozva és kialakítva a saját maga egyéni stílusát hozta létre művészetét. Cuppon Tamás hozzátette, több évtizedes alkotói periódusának emlékei a Hansági Múzeum gyűjteményében is megtalálhatók, mint ahogy számos mosonmagyaróvári család is őriz képeket tőle. Somorja szülötte, de Mosonmagyaróvár egyik jelentős alkotója, akinek emléke szorosra fűzte a testvérvárosi kapcsolatot a két település között. A megemlékezésre a járványhelyzet miatt Somorjáról nem tudtak eljönni, így ezúttal a Mosonmagyaróvári önkormányzat, valamint a Tallos Proheczka István Művészeti Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat. Előbb a sírnál, majd pedig a művész egykori otthonánál.